Szücsem Sándor magánemberként már hosszú évek óta szervez adománygyűjtést az adventi időszakban. Ebben az évben november elején tette közzé a felhívást, kiknek és milyen adományokat fogad el, amit majd önkéntesek segítségével becsomagol és elszállít több magyarországi és erdélyi település lakói gyermekei részére. Az adományok átadása december közepén megtörtént, erről adott tájékoztatást a Phoenix Televízió nézőinek Szücsem Sándor. Sándor, emlékszik-e arra, hogy mikor kezdte el ezt a bizonyos adventi adománygyűjtést, hány évvel ezelőtt? Több mint 10 éve, hogyha visszanézem annak a fényképnek az adatait, amit először készítettünk, akkor ebből kiderül, hogy először Szilágy Görcsönybe indult el, a Bán Zsigmond Református Általános Iskola, a Tiszafüredi Református Egyházközség közös adománya, akkor még elfért egy csomagtartóba. Az akkor is nagyon nagynak számító, több mint 40 cipős doboz. Ha visszaemlékezik, össze lehet-e hasonlítani a mai, mondjuk az ezévi adománygyűjtéssel? Tehát az, hogy mit gyűjtöttek, hány adományozó van, hova, hány helyre kerültek az adományok, ilyenfajta összegzést tud-e nekem mondani? Azt tudom elmondani, hogy egy fejlődésen ment keresztül az egész adományozás. Akkor, mint mondtam, egy csomagtartóban elfért az összegyűjtött adomány. Lokálisan Tiszafüred környékén gyűjtöttünk, és a református egyháznak a szervezetei voltak a támogatók, a diákok, az egyházközség tagjai. A mai napra ez úgy fejlődött, hogy már legmesszebbről Hollandiából is érkezett adomány, a Donatio in Tempore Adventus 2019 elnevezésű gyűjtőkampányunkra, és 2 mikrobusznyi cuccot tudtunk összegyűjteni. Ezek közül az adományozók közül tulajdonképpen az ön ismeretségi és baráti köre van, vagy sokkal szélesebb ez a csapat? Ezt is úgy kell elképzelni, mintha egy kavicsot dobtunk volna egy állóvízbe, és a hullámok távolodnak és mennek szét. El tudom mondani, hogy helyi, illetve országos politikai vezetők is támogatták már ezt a kampányunkat, akik nem is voltak ismerőseim. Tehát Facebookos gyűjtés alapján ment a szervezés, és természetesen először a baráti társaságot, családot kérdeztem meg, most pedig már eljutottunk oda, hogy szinte hiányolják, hogyha nem keresem meg évről évre ugyanazokat az embereket, de minden évben van újabb belépő, újabb adományozó. Olvastam az ön Facebook oldalát, illetve az adománygyűjtésnek van egy saját weboldala is, és azt láttam, hogy nagyon nagy feladatot vállalt erre az évre. Nagyon sok helyre, nagyon sokféle csoportnak, személynek vállalta az adománygyűjtést. Kérem, hogy vegyük más sorba, hogy ki mindenkinek jutottak el ezek az adományok. 2 gyűjtést végeztünk el. Van az adnapon.zsoltár.hu internetes önkéntes közösségnek egy gyűjtése, 16-ak karácsony elnevezéssel. Már hál' Istennek nem 16 karácsonya, igen, tehát nem 16 rászoruló gyermeknek gyűjtünk adományt, hanem ebbe az évben 17 volt, de aztán egy óvodába adtuk le, Balajt községben, Borsodabai Zemplénben, megyében, azt a mikrobusznyi adományt, amit sikerült összegyűjtenünk. A második fő célunk Kőhalom, ez Erdélyben található, ott van egy református egyházközség fenntartásában lévő szorvány diákotthon, ahová 150 kg mosószert kellett volna összegyűjtenünk ebben az évben, ami az ő mosás igényüknek, vagy mosószer igényüknek a 100%-a, ahol nyáron diakónai szolgálatot végeztünk, oda élelmiszert szerettünk volna vinni az egyházközség tagjainak, és maradt még Kusaj és Zsibó, ahol a lelkész családot próbáltuk támogatni élelmiszerrel. Azon nem lepődöm meg, hogy önnek református kapcsolatai vannak Erdélyben, de ez a Borsod megyei Balaj nevű település, ez hogy került a képbe, hogy került ön oda? Amikor megalakult az adnapon.zsoltár.hu önkéntes közösség, és kikerültünk az internetre, akkor vártunk jelzéseket, hogy például a 16. karácsonya elnevezési gyűjtésünknek kiknek tudnánk segíteni. És érkezett egy megkeresés ebből a faluból, egy hölgy keresett meg, hogy nagy szegénységben élnek, és hogy rengeteg a... Csak úgy teljesen ismeretlenül megkereste, vagy igen, telefonált? Hát erre bátorítottuk őket, bátorítottuk az olvasókat, hogy próbáljanak
értelmes célt adni a gyűjtésünknek, vagy a munkánknak. Kaptam telefonszámot, nevet, beszéltem is a hölgyel, és aztán jött a mélységi ellenőrzés, tehát először átfuttattam az interneten a nevét, illetve a szervezetének a nevét. Azt a döntést hoztuk az önkéntesekkel, hogy a család segítőn keresztül segítünk ennek a családnak is, illetve a többi 16-nak, és így kerültünk tavaly először Balajt. Engedje meg, hogy elmondjam egy közeli élményemet. Egy munkahelyi kollektíva adományozott ruhákat, játékokat két helyi szegénysorban élő családnak, de ők pontosan tudták, hogy hány évesek a gyerekek, mire van szükség, hogy élelmiszerre nagy szükségük van. Ön, akik távol vannak innen, akár Erdélyben, akár Balajban, honnan tudja, hogy mire van szükségük? Tehát mekkora cipőt fogadjak el az adományba, mert az majd kell egy kisgyereknek valahol. Ezeket a gyűjtéseket nem én intézem, én elfogadom, vagy illetve elfogadjuk a felajánlásokat, és aztán bízunk benne, hogy az a megfelelő helyre kerül. Van egy bizonyos rutinunk is már ebben, az élelmiszercsomagok összeállításában, tehát hogyha pénzösszeg áll rendelkezésünkre, akkor tudjuk, hogy mik azok az alapvető élelmiszerek, amelyeket biztos, hogy beleteszünk a csomagba, a másik pedig azt adományozunk, amit mi szívesen fogadnánk. Tehát a gyűjtésünk az úgy működik, hogy bekérjük az adományosztásban résztvevő gyerkőcöknek a nevét és az életkorát is. Így tudjuk a keresztnevet, az életkorát, és így tudunk célzottan is adományt gyűjteni. Tehát most is volt például arra, hogy az Encsi Református Egyházközség is gyűjtött a balajtiak számára, ami adománygyűjtő akciónk során keretén belül élelmiszert, illetve ruhát, és ott kiválasztottak egy gyermkőcöt, egy óvodást, és neki személy szerint ment az adomány. De van tiszafüredi felajánló is, kettő is, aki elkészített egy csomagot, ráírta a nevet, az életkort, és azt a csomagot az a gyerek kapta meg. Ismeretlenül is. Ki az, aki önöknek, az adománygyűjtőknek tud segíteni? Tehát például nevekkel, adatokkal, vagy családsegítő szolgálat esetleg kiad-e önnek például személy szerint olyan adatokat, hogy van itt egy nehéz sorsú család, és azon próbáljanak megsegíteni? Mi mindig közvetítőn keresztül lépünk kapcsolatba az adománynyozottakkal, akiket adományban szeretnénk részesíteni, és a családsegítő központ munkatársa is veszi át tőlünk az adományokat. Tehát mi nem kérjük ki, és nem is kapunk olyan információt, ami nem tartozik ránk. A családsegítő munkatársnak, Hargita Imrének a felelőssége az, hogy az általunk összegyűjtött adományt a megfelelő helyre eljutassa. Ez Erdélyben is így működik? Erdélyben a lelki pásztorok kezeskednek erről. Hát azt kell észrevenni, hogy az adománygyűjtő munka során majdnem 1000 kilométert mentem Magyarországon belül. Tehát Budapesttől Lövő-Petriig sokfelé jártunk. Tehát gyűjtöttünk szabolcsi almát, almalevet, ruhát, Újfehértóról, élelmiszercsomagot kaptunk egy cégtől, Budapesten több helyről hoztunk le ruhát, kaptunk íróasztalt is, tehát menni kellett, és aztán 1300 kilométert mentünk azért, hogy célba juttassuk szombat-vasárnap az adományokat, abból 700 kilométer hóvesés volt. Úgyhogy ez eddig 2300 kilométer, amit mentünk ennek a célnak az eléréséért. Ha már éppen ön említette ezt a sok kilométert, akkor ne haragudjon a kérdésért, de itt Tiszafüreden, itt helyben egész biztosan találna 40-50 olyan családot, akik szegényebb sorban élnek. Nem lenne egyszerűbb az ön számára időben, pénzben, benzinben az, hogy itt Tiszafüreden segítsen? Jogos a kérdés, és többen fel is tették. Két dolog kell egy sikeres adománygyűjtéshez. Az egyik dolog az, hogy legyen mit adni, a másik pedig, hogy fogadják el. 12 év alatt elhiheti, hogy nagyon sokszor próbáltunk keresni olyan fiatalokat, akik elfogadnák. Illetve a 16. karácsony elnevezési programban 3 évig a Tiszafüred környékén élő nehézsorsú gyerkőcöknek próbáltunk segíteni. A Bázsigmond Református Általános Iskola egyik tanárnője állította össze akkor a listát, és mi 3 évenként váltunk. Tehát a 3 évünk letelt, most a 2. évben a 16. karácsonya
adománygyűjtő akció folyamán felkerültünk Borsodba, és lehet, hogy a innentől számított 2 éven belül újra Tiszafüred környékén segítünk. Eddiggyel kapcsolatban 2 dolgot szeretnék még kérdezni. Az egyik az, amiről korábban már beszéltünk, ez az úgynevezett szorványkollégium, ahová egy nagyon konkrét dolgot, tehát mosószereket, mosóport kért. Arra emlékszem még, hogy nem tudnak a gyerekek otthon mosni, de a magyarázatra vagy, hogy ez miért segítség annak a kollégiumnak, erre már nem emlékszem, ha megtenné, hogy elmondja. A szorványdiák otthon Kőhalmon úgy működik, hogy hétfőtől péntekig, vagy vasárnaptól csütörtök estig vannak bent, és pénteken hazautaznak, viszont olyan szegény sorsú családokból jönnek, vagy olyan hányatható sorsú családokból, ahol nem áll rendelkezésre például mosógép. És ezt a mosást a szorvány otthonban végzik el nekik. És ezért van szükség az otthonnak a lelkipásztor úr elmondása alapján ekkora mennyiségű mosószerre. Járt már ott egyébként a kollégiumban? Tehát milyen körülmények között vannak ott a gyerekek? Hány gyerek van? Ki a kollégium fenntartója? Aludtam is ott 2-szer pont a gyerekek ágyán. Egy 100 jellegű hosszú paraszt udvart kell elképzelni, ahol a régi istállókból alakítottak ki tantermeket, illetve kollégiumi szállást. Nem szegényes, de kollégiumi szállás. Van az egyházközségnek többfajta támogatója, és ha jól tudom, most körülbelül 60 gyerkőcnek a nevelését igazgatják. Kétféle módon, azt hiszem most 28-an laknak a kollégiumban, és vannak a nappali iskolások, akik még ugyanoda járnak, ők magyar nyelven tanulnak. De románul is kötelező, úgy emlékszem, tanulni? Valószínűleg valamilyen tantárgyat tanulnak románul, és erre nem kérdeztem rá. Volt egy másik érdekes dolog, amit láttam az ön által készített felhíváson, ez pedig az, hogy lelkész családoknak is elfogadnak adományokat. Olyan körülmények között élnek a lelkész családok, hogy úgy gondolja, hogy szükségük van rá, és el is fogadják majd öntől? Biztos vagyok benne, hogy elfogadják, mert akkor nem szerveztem volna gyűjtést a számunkra. Tessenek elképzelni egy községet, Kóbort, ami a legközelebbi várostól körülbelül 30 kilométerre van, és köves út nem vezet be. 3 út megy ki a faluból, és egyetlen egy se kövezett, és teljes elzártság. Az 1900-as évek elején még 800-as magyar lakosság volt, most vannak 70-en, és ide kerül egy fiatal lelkész, aki úgymond aki lekerül mondjuk a térképről. Tehát ahhoz, hogy a menyasszonyával vagy valakivel tudjon találkozni, 1 óra hossza kell neki, hogy eljusson az első köves útig, és onnan még Brassóig ismét utaznia kell. A gyülekezetek nem annyira fizetőképesek, hogy egy egyetemi végzettségű lelkészi állást fel tudjanak tartani, és hogyha 1 kiló cukrot viszünk, akkor azt az 1 kiló cukrot kivisszük neki. Mert arra járunk. Tudná-e összeget mondani, megbecsülni az összegyűjtött és átadott adományok értékét, vagy ez tulajdonképpen nem fontos? Nem szoktam számszerűsíteni, viszont elszámolást szoktunk készíteni, ez még nem készült el. Én úgy satszolom, hogy eléri az 500 ezer forintot az, amit most át tudtunk adni. Ez használt ruha, használt műszaki cikk, mosószer, mézadomány, illetve amit az utazásra együtt költöttünk, úgyhogy az de a 2 mikrobusznyi áru az kikerült, és nagy öröm tényleg, tehát másfél mázsa mosószer tudtunk inni, 155 kilót, több, majdnem 2 mázsa, tehát több mint másfél mázsa almát tudtunk inni, ez már súlyhatár majdnem a mikrobusznak így el is érte, de még fért mellé élelmiszercsomag, 20 darab, fért mellé még használt ruha. A ruha az nem olyan nehéz? Nem nehéz, csak sok helyet foglal. Ahogy látják is a fényképen, például Balajtra, amikor már Rencsen pakoltunk fel, nagy tiszteletű Baksi Mária lelkésznő gyülekezetében, ott már a zsákokat ki kellett bontsuk, hogy a lyukakat tömve tudjuk felpakolni a ruhákat. Amikor hazaérkezett Erdélyből, ez volt a hosszabb út tulajdonképpen, akkor hogy érezte magát? Gondolom elfáradt azért, hiszen vezetni kellett, és ahogy említette, nem is voltak jók az időjárási körülmények. Ilyenkor nagy-nagy megelégedettség, vagy fáradtság van önben, vagy,
vagy ahogy ismerjük Önt, hálát ad Istennek, hogy sikerült megtennie azt, amit eltervezett? Hát ahogy látják a videón is, éppen hálát adok Istennek, hogy begurultunk Tiszafüredre, Szilágyi György önkéntes társammal együtt. Most akkor nem álltunk meg a Tiszafüred táblánál, mint a nyári munkánk során, mikor hazaértünk, de jó volt hazaérni, azért ez hosszú út volt. Jó az, hogyha olyan célokat tudunk megvalósítani, és érezzük rajta az Úristen áldását, amelyek aztán előrébb viszik más embereknek a sorsát. Kóboron már a nyári, augusztus végi diakonai hetet is átbeszéltük, hogy mi lesz a tervezet, tehát már előrébb is lépünk, ha az Úristen életünknek kedvez, akkor az is előtérben van, de minden esetre ez egy sarokkő. Úgy szokott lenni, hogy túl vagyunk rajta, elvégezzük az elszámolásokat, papírokat lerakjuk, és akkor pihenünk, január második hetétől meg akkor kezdődik újra. Remélem, majd erről a kóbori diakóniai munkáról tudunk majd beszélgetni nyáron is. Addig is kellemes ünnepeket kívánok Önnek és a családjának is. Köszönöm szépen, én is kellemes ünnepeket kívánok Önöknek is, illetve a TV nézőinek is, és áldott boldog új évet.